Egy élet két csoda címmel fotókiállítás és konferencia volt a rákos betegségekről a Kátai Gábor kórházban. A Rákbetegek Országos Szervezetének Karcagi Klubja és a Merrákinfo Egyesület között szervezésében a Kátai Gábor Kórház épületében nyílt fotókiállítás 18 olyan fiatal nőről kezükben, ölükben, saját gyermekükkel, akiknél állapotosságuk ideje alatt diagnosztizálták a merrákot. Mindannyian vállalták a küzdelmet a daganattal, és azt is vállalták, hogy megmutatják testüket, műtési hegeiket, és megszületett gyermekeiket a nagy közönségnek. Ez úgy jött létre, hogy van nekünk a Facebookon egy zárt csoportunk, ahol nagyon sok érintett van, és ezen belül van egy alcsoportunk, aminek Merrákinfo Baba neve, ahol olyan hölgyek a tagok, akik vagy a betegség után vállaltak babát, vagy pedig a terhesség alatt derült ki nekik a betegség. És innen jött az ötlet, mert láttuk, hogy milyen sokan vannak, hogy készüljön egy fotóanyag, amivel egyrészt erőt adunk a most utolévőknek, és igenis megmutatjuk, hogy a terhességi emlőrákból is meg lehet gyógyulni. Másrészt, hogy akik babát szeretnének vállalni a betegség után, ami egy elég nagy bátor döntés, nekik is megmutassuk, hogy ez lehetséges, és hogy egészséges babák születnek. És akkor így végül is 18 nő vállalta, hogy szerepel ebbe az anyagba, és ezeket a csodás képeket láthatják a falon. A konferencián megjelenteket a kórház vezetése nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszöntötte, majd a kiállítás fővédnöke Dobos László polgármester szólt elismeréssel azokról az anyákról, akik győztesek lettek a merrákkal szemben, és azóta boldog édesanyákként nevelik egészséges gyermeküket, gyermekeiket. Halom Borbála, a Merrákinfo Egyesület elnöke előadásában elmondta, ő maga is megküzdött a korral, és ma már gyógyultként igyekszik az egyesületén keresztül is felhívni a nők figyelmét a nőgyógyászati és mammográfiai szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára, és arra, hogy időben felfedezett és kezelt rákbetegség gyógyítható. Elhangzott egy pillanat, amikor egy nő anyává válik, semmihez nem hasonlítható. Két szív dobban egyetlen testben, két élet vár egy új csodára. Ezért azonban néha küzdeni kell, s ha egy nő anya szeretne lenni, akkor még egy betegség sem állíthatja meg ebben. A kiállításon előadást tartott még dr. Borsos Anikó nyugalmazott karcagi járási főorvos, dr. Hunyadi Réka, a Kátai Gábor Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának orvosa, Sajgó Istvánné nyugdíjas védőnő. Nem csak helyi szakembereket, és tulajdonképpen a dr. Borsos Anikó, ő ugye már tiszafüredi, akkor a Sajgóné, ő a budapesti hasonló klubnak a vezetője, aki a hospice-ról szeretne tájékoztatást adni, hiszen ő ezt ott 10 évig volt az önkénteseknek a koordinátora.